Önök a Líceum televízió adását látják. Most következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Látszik Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Kvastus poén. Bel az utolsó fél percen Kovács megilleve, oh, Zsabie! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben. Akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második féldővel. Szeretettel köszöntöm a Líceum televízió kedves nézői, Teheti Firkászok című magazin műsorunkban, és két vendégemet, Barta Zoltánt és Rozsnahi Gábor. Sziasztok fiúk, köszönöm, hogy itt vagytok. Köszöntjük. Hát ilyen konstrukcióban még nem voltunk, ilyen felállásban még nem voltunk itt, hogy ugyan lehet, hogy névről ismertétek egymást, de jól láttam, hogy itt volt a készfogás és a bemutatkozás, hogy ki kicsoda. Szóval kíváncsian várom ezt a műsort. És én azt is javaslom, hogy egyből kezdjünk női kézilabdával, már csak azért is, mert egy kis kulisszatitkot hagy áruljak el, az október 23-ai ünnepnap miatt nem az adásunk napján, tehát nem szerdán vettük fel most a Firkászok című magazin műsorunkat, hanem már kedden, és pont előttem, most a fiúk előtt ment el Herceg Béla és Pados Mónika, azért is vagyok egyébként ugyanabban a felsőben, és hát annyira benne van most még a fejemben a kézilabda, hogy akkor beszéljünk a női kézilabdáról, pláne azért, Zoli, mert te ott voltál az MTK Budapest Eszterházi Kálfesztély Global Safe mérkőzésen, és az EK Sport című műsorunkban mondtam is, hogy meghallhatjuk majd tőled a úgymond a nem cenzúrázott verziót a játékvezetéssel kapcsolatban. Én javaslom, hogy akkor erről beszéljünk. Aki nem tudná, egy góllal kaptak ki a lányok az NBA 9. fordulójában, és itt továbbra sincs meg a pont, és hát elég érdekes vízhangjai vannak ennek a mérkőzések, mert nem biztos, hogy a két játékvezető hölgy, igen, hölgy, hát jól szellembe vezette ezt a mérkőzést. Valóban, hát igazából nagyon vegyes érzelmek kavarognak bennem a mérkőzéssel kapcsolatban, még a mai napig, pedig már ugye 2-3 napja volt ez a találkozó. Hát nyilván majd még egyszer vissza kell néznem a mérkőzést, mert ott felhevült idegállapotban, lelkiállapotban, egy szoros mérkőzésnek kiesési rangadó, nyilván lehet, hogy elfogultan gondolkozik az ember, de hogyha azt szeretném elmondani, amit ott tapasztaltam, akkor az egészen furcsa volt már, ami a játékvezetést illeti. Főleg, hogyha azt tekintjük, hogy ez a két hölgy, ez a nyár elején, tavasz végén nemzetközi kupadöntőt fújt. Na most tudni kell, hogy nem volt különösebben egy agresszív meccs, nyilván pattanásig feszültek az idegek, illetve meglehetősen paprikás volt a hangulat, de nem gondolnám azt, hogy egy ilyen mérkőzésen szükség van 30 percnyi kiállításra, aminek a gyakorlatilag 70-80% a második fél időben volt, és gyakorlatilag nem játszottak 6-6 ellen a csapatok, már ami a mezőnyjátékosokat illeti. És hát valóban az utolsó 10 perc negyed órában olyan ítéletek születtek, amik meggyőződésem, hogy az egri szurkolókat, illetve vezetőket, illetve hozzáteszem játékosokat is felháborították. Meg téged is. Hát engem meg különösen... Csak azért magadat nem kategorizáltad be sehova. Azzal kezdte, hogy tehát nem tud indulatok nélkül beszélni. Sőt, most is hevesebben ver a szívem, hogyha belegondolok. Már csak azért is, mert... Mert itt vagy. Nem is, az elárult még egy kulisszatitkot, amikor én bementem a mérkőzés után az öltöző folyosóra, akkor gyakorlatilag nem láttam egri arcokon, vagy egri szemekben szárazságot, tehát gyakorlatilag mindenki elpityerekte magát. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én nem így tettem, sőt, talán én voltam az éllovas ebben a szituációban. Na de a játékvezetésre visszatérve, szerintem ez nem csak... Nem volt ilyen is lágere, hogy bolonda kis hír egy lány után? Hát, vagy vereség után meg különösen ezt majd átköltöttük. Tiszta szappanopera. Igen. Ezt tényleg úgy éreztem magam egyébként a mérkőzés végén. Tehát nem gondolnám, hogy egyrészt ez nemzetközi szintet megütötte ez a játékvezetést, de azt gondolom, hogyha egy magyar bajnokság 11. illetve 12. helyezettjei által vívott csatát sem tudnak úgy lefújni, hogy akár csak az egyik fél elégedett legyen, mert én azt gondolom, hogy a győztes fél sem volt elégedett a játékvezetéssel, már csak abból leszűrve, amit utána beszélgettem ott nagyjából az MTK-s vezetőkkel. Sőt, hát amíg annyit megoszthatok, akkor volt egy olyan szituáció találkozó után, hogy mindkét féltől, most nem mondok neveket, oda ment egy-egy vezető vagy játékos, tök mindegy. Az egyik mondta, hogy ez minősíthetetlen játékvezetés volt, a másik pedig helyeselt. Szerintem ez mindent elárul, hogyha a győztes fél sem tud megelégedni egy ilyen mérkőzés után a játékvezetéssel. A mérkőzés után azért hallottam olyan visszhangokat, az egri delegációról beszélünk, döntse el mindenki maga, hogy játékos volt, edző, vagy technikai edző, szurkoló, teljesen mindegy, most kiről beszélünk, de hogy elég éles hangnemet engedett meg a játékvezetéssel kapcsolatban a játékvezetőknek.
hát elég érdekes stílusban fogalmazott, illetve fogalmazva a kritikáját, és én azt hallottam, hogy a két játékvezető hölgy semmit nem csináltak. Tehát azért úgy gondolom, hogy azért, ha ilyenre sor kerül, és akkor Gabi, most téged kérdezlek, mint játékvezető, tehát mondjuk... Engem még soha nem támadtak le, hogy miért így fújtam, meg miért nem így fújtam. Nem is vezettél meg az MTK-nak. Ez csak a vicc volt, vezettem már MTK-nak. Nem női kézilabdát. De tényleg egy ilyen eset van focinál, amikor azért oda mennek mondjuk a csapattagok közül valaki, és nagyon keményen elküld téged a francba, akkor azért kevésszer végződik a történetet nem fejleletéssel. Most tényleg nagyon nehéz helyzetbe hoztál, Balázs, mert tényleg nem tudom, hogy milyen ez a szituáció, amikor tényleg mérkőzés után ellepnek, és tehát nem tudom, lehet, hogy én valamilyen furcsa játékvezető vagyok, vagy szerencsés csillagzat alatt születtem, vagy tényleg nem tudom, hogy miről van szó, de nekem még ilyen szituáció nem volt. Egyébként, hogyha lenne, akkor itt tudok beszámolni róla, vagy nyilatkozni róla, akkor igazából én se szólnék. Most kelljek harcba mindenkivel, aki ellenem van. Tehát azt tudni kell minden egyes játékosról, vezetőről, edzőről, és ahogy te is mondtad, hogy dönts el mindenki, hogy ki kicsoda, tehát azért felfokozott idegállapotban vannak. Nem tudnak indulatmentesen, különösen a játékvezetőkkel konzultálni olyan mérkőzésről, amit például elvesztettek, vagy nehézségek árán megnyertek, mert azért még ott is dolgozik az adrenalin. Tehát én sem, mint játékvezető, én sem magyaráztam volna az igazamat felbőszült embereknek. Tehát ők viszont nem fogják azt mondani, hogy ó, hát igen, itt hibáztam, meg ott hibáztam, meg amott hibáztam. Szó, hanem arról van szó, hogy amikor ilyen éles kritikát fogalmaz meg a sértett fél mondjuk a játékvezető szemben, több csúnya szót is mondjuk a fejéhez vágva. Verjék meg? Nem azt mondom, de tehát én akkor azt mondom, hogy ha a játékvezető mondjuk nem jelenti fel az adott szemét azért, mert ő milyen hangnemet, mint hivatalos személy ellen megenged egy ilyen NB1-es mérkőzésen, akkor kvázi azzal elismeri azt, hogy igen, ő hülyén vezette ezt a meccset, hogy ő elcsalta ezt a meccset. Én azért mondom, szerintem ez történt, ezért nem jelentették fel azokat az embereket, akik kőkeményen elküldték a francba ezt a két lányt. Igen, bocsánat, viszont ez úgy nézett ki, hogy a mérkőzés gyakorlatilag egész második fildeje arról szólt. Tehát én kimondom, mert úgyis látni fogják a felvételt. Tehát az egri technikai vezető gyakorlatilag torka szagadtában. Nem csak a technikai vezető, gyakorlatilag mindenki szitta a játékvezetőket. És az volt valóban a furcsa egyébként, meg szerintem te is erre gondoltál, hogy még csak egy sárga lapot sem kapott a vendég kispad. Máskor olyan érzékeny lelkületű játékvezetők, most nem rólad beszélek nyilván, meg általánosítok, de tudjuk, hogy azért a játékvezetőknek van egy olyan szegmens, akik kényesek az ilyen kritikákra. Minden ember más a játékvezető. Oké, a kispadról érkezve, de tényleg jöttek ezek, nem? És nem volt retorzió. Igen, tehát ez, amit hogyha elismerték volna, hogy igen, hát minket nem érdekel, elcsaljuk. Igen, és hát ezt nem mondanám, és egyébként pont erről beszélgettünk hazafelé az úton, mind Bélával, vagy még talán mérkőzés után a helyszínen Bélával is, meg Rutka Petivel is, hogy Peti csodálkozott, hogy miért nem, hogy őt az bántotta, hogy egy sárga lapot sem kapott, és gondolkoztam én is, hogy ez miért lehet, és mondom, Peti, én azt mondtam neki, hogy lehet, hogy érzik, hogy sárosak. Nem azt mondom, hogy elcsalták, hanem hogy sárosak, hogy rosszul vezették a meccset. Én megmondom őszintén, voltam már egy-két kézi meccsen életemben, de én ilyen játékvezetést soha nem láttam. Nem az, hogy nem ilyen csalást, hanem hogy olyan szinten össze-vissza fújták a sípot, hogy egészen hihetetlen volt. Hozzáteszem a hazai vezetőedző, aki harmadannyit nem reklamált, ő megkapta a sárgalapot a mérkőzésre. Én Egerben a Egri Városi Honvéd kispás labdarúgó bajnokságban szereplek, bárcsak ott is olyan játékvezetők lennének, hogy ha már rájuk néz a két perc. Szóval nem lehet, nem lehet. Tényleg minden ember más egyébként. De hogyha most viccesek szeretnénk lenni, akkor most kire bízzák a NB1-2 leggyengébb csapatnak a mérkőzés, hát ez a két leggyengébb játékvezetőre. Én ezzel azért, De ezek elvileg nemzetközi kupadöntőt vezettek. Nemzetközileg jegyzett játékvezetői páros. Tehát elvileg név szerint, rang szerint illet oda, de nem értem, hogy tényleg miért nem lehet egy olyan párost oda rakni, hogy Herceg Béla fogalmazott itt, amikor itt volt előttetek a stúdióban, hogy nekünk ez volt a nemzetközi szint. Tehát nekünk ez gyakorlatilag egy BL döntővel ért fel, hiszen ebben az alapszakaszban két olyan meccsünk van, ami talán nyerhető, mind a kettő az MTK ellen. Miért nem lehetett komolyan venni a szövetség részéről? Igen, és ezt hozzátenném azt egyrészt a Magyar Kézilabda Szövetség Játékvezetői Bizottsága élén, vezetőségénél van egy olyan törekvés, hogy minél több, illetve legalább egy-két női játékvezető párost próbálnak úgy tolni, hogy nemzetközi szinten is megfeleljenek. És Laurenc mester, ez mit szólna? Igen, tehát ő lehet, hogy másképp gondolná ezt, és azt meg hozzátenném, hogy két leggyengébb csapat játszik, éppen ezért minden bizonnyal nem a leggyengébb meccset játsza. Viccesen mondtam. Igen. Tehát ha mondjuk NB1B
bajnoki címéről döntő párharc van, akkor igenis van, hogy oda küldenek nemzetközi játékvezetőket. És nem értem, hogy egy ilyen szituációnál ezt miért nem lehet megtenni. Hogy oda küldik a top 3 játékvezetőből valakit. Mert olyan szintű rangadó nem is volt a hétvégén, hogy ezt ne tehessék meg, de úgy tűnik, hogy a két hölgy. Zoli, te ott voltál a meccsen, akkor azt kérdezem most tőled, Herceg Béla, ő diplomatikusan fogalmazott és azt mondta, hogy nem ezzel kell foglalkozni, nem az, hogy volt 21 technikai hibánk. A játékvezetőkön múlott, vagy nem? Tehát amit hibáztunk, belefért volna, hogyha van egy normális játékvezetés, vagy nem, ahhoz, hogy nyerjünk? Mind a két csapat sokat hibázott, mi feltűnően sokat hibáztunk. Én le is írtam a tudósításban, hogyha talán más páros vezeti, akkor sem biztos, hogy másképpen alakul ez a mérkőzést. Nyilván ezt soha nem fogjuk megtudni, mert lehet, hogy egy-két perc utólag olyan szituációkat hozott, ami eldöntötte a mérkőzést, és tényleg soha nem fogjuk megtudni. Én azt mondom, hogy nem rajtuk múlott, de alakulhatott volna másképpen, hogyha nem ők vezetik. De tényleg feltűnően sok technikai hibát vétettünk ezen a mérkőzésen is sajnos. Na jó, akkor hagyjuk ezt a mérkőzést. Úgy gondolom, most már itt két nap alatt kiveséztük eléggé a témát. Sajnos továbbra sincs meg 9 fordulót követően sem az első pont az NB1-es bajnokságban, majd talán ami késik, az nem múlik, hogy ilyenkor szeljel éljek. Viszont akkor beszéljünk férfi kézilabdáról, hiszen ott meg teljesen ellentétes a helyzet. 6 mérkőzés, 6 győzelem. Igaz, nem az első osztályban, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb most már ott adjuk azt, hogy talán NB1-es produkcióval, hiszen azért hétről hétre lenyomjuk, leverjük az ellenfeleket, és nem szorosan, hanem annyira simán. Hozzá. Igen, tehát olyan könnyű mérkőzés volt most ez a Balassagyarmat elleni is. Attól függetlenül az SBS-ek Eszterházi csapatáról beszélünk, aki egyébként nem jött volna rá. Tehát arról a Balassagyarmatról beszéltünk most, mint ellenfél, akik azért nem jól kezdték a szezont, hiszen 2 döntetlen szereztek 3 győzelem mellett. De azért nyilván nem lehetett. 3 vereség, mit mondtam? Győzelmet, bocsánat. Tehát 2 ponttal várták. Ezt a meccset most már 4 vereségük van és 2 döntetlen. Szóval akkor is olyannyira sima volt. És ami feltűnt az, hogy olyan szép gólokat lőttünk, olyan könnyedén, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Hát ennek a csapatnak lehetséges, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Még most. Még most, igen. Hát azért megint egy más szint lesz lehet, hogy amire te gondoltál. Most tényleg maradjunk itt az NB1-nél, meg a keleti csoportnál. A Balmazra gondoltam. Én pedig az első osztályra gondoltam. Először a Balmazra kell, mert hát valószínűleg az hát ő testükön keresztül lesz kell az majd az NB1-be. Legyőzni, igen. Hát teljesen most már, mint a mérkőzés szóló tudósában írtam, hogy igazából most körvonalazódik a dobogó, hiszen a Balmazújvárossal az Eger meglépett. A Törökszent Miklós 2 pontos hátrányban van, és akkor utána következik már egy 3 pontos szakadék, azért egy 2 pontos rendszerben, egy 6 forduló után ez már komoly előnye ennek a két csapatnak. A Törökszent Miklós gyakorlatilag le is lehet szakítani, hiszen jövő héten pont Egerbe látogatnak. Most az EK Sport címűsünkben úgy mondtam, hogy Iványi Bálint kedvenc ellenfeléhez utazunk, a Hajdunánáshoz. Nem tudom, biztos emlékeztek erre a 2 évvel ezelőtt. Hát 2 évvel húzom szegény Bálintnak ezzel a vérét, vagy szívom a vérét, mert hogy is volt, hogy volt még 5-6 forduló a bajnokságból, a Hajdunánás még mindig csak vereséggel állt, és odautaztunk és kikaptunk. Akkor ő volt az edző egyébként, és most pont a felvételről találkoztam vele az utcán, mondta, hogy megy vizsgázni, sok sikert kívánunk természetesen a vizsgához, de mondtam, hogy sok sikert szombatra is, mert a kedvenc helyszínedre megyünk. Mondta, köszi, aztán megfordult, hogy menj a fenébe, Fenyő, szóval leesett neki. Szóval Hajdunánás, de igazából... Itt nem szabad, hogy ilyen probléma előforduljon, nem azért, mert Bálint most már nem edző, de szerintem, hogyha ilyen csapattal játszak a Bálint és megnyerni ezt a hétvégi mérkőzést. Igen. Így van is. Hát most szerencsére idén olyan helyzetben van a csapat, vagyis hogy olyan arculatát mutatja, hogy nem nagyon lehet szerintem számolni ilyen abszolút meglepetésként elhullatott pontokkal. Én azt se gondolnám, hogy a Törökszent Miklóson is kikapnánk, vagy akárhol. Maximum Balmazújváros 2 mérkőzés lehet az, ami szorosabb. Tehát én nem tudom azt elképzelni, hogy olyan mérkőzésen hullajtsunk pontot, ahol nem számítunk rá. Sőt, hát ugye nyáron kiderült a több adásból is, hogy én nem számítok rá, hogy pontot veszítünk, ami szerencsére még 6 forduló után áll, és hát remélem, hogy így is marad, bár bánja a fene, hogyha esetleg pontveszteséggel jutunk az NB1-be. Viszont tényleg, amit te is mondtál, hogy szebbnél szebb gólokat lőttünk, és azt is lehet látni már ezen a csapaton, hogy igazán profiként gondolkoznak és játszanak, valamint élvezik a játékot. Hozzátéve egyébként, hogy ez a Balassagyarmat nem az a Balassagyarmat már, amelyik tavaly volt és mondjuk megvert minket tavasszal. Hát igen, a méregfogát kihúztuk már előre, a Szabon, Hozé Szabon, ugye nem, a héten úgy morális okok miatt szerzést bontottak vele. Hát mint már jó párszor egyébként több csapatnál is. Igen, lehet, hogy így se lehetett zárni az öltözőt.
Még a másik méregfúgot is kihúztuk ugye a szezon elején, amikor az irányítókat leigazoltuk. Aki más kérdés, hogy most nem játszott. Igen. A sérülése miatt. Tehát túlságosan simán alakulnak ezek a mérkőzések ennek a csapatnak. Itt ugye vártuk azt, hogy hát én megmondom őszintén, jó, tehát nem sok pontot gondoltam én is, hogy elveszítenek ezek a fiúk, ezek a de azért valamilyen szinten tartottunk egy Pixeged elleni idegenbeli mérkőzéstől is. Még hogyha azért Pixeged addig hozdogatta a mérkőzéseket, két veretlen csapat találkozott, és akkor igazából tehát ilyen 10 gólos különbségek vannak, de most beleszaladt a Balmazújvárosi kézbe. 17 góllal nyert a Balmazújváros, azt 39-22 lett, és hogy mennyire kiegyenlített egyébként ez a versenyfutás az Eger és a Balmazújváros között. Ugyanúgy 12-12 pontunk van, és azt hiszem, hogy 2 góllal dobtunk többet a Balmazújvárosnál, ők viszont egyel kaptak kevesebbet. Tehát összesen a gólarány között is egyetlen egy gól a különbség a javunkra. Ezért is érdekes egyébként ez a bajnokság, mert én sem tudom ezek tükrében elképzelni azt, hogy majd ez a két csapat botlani fog bárki ellen is. Éppen ezért, ha lehet így fogalmazni, akkor két meccsen fog eldőlni ez a bajnokság. Az, hogy oda-vissza meccsen, milyen gólarány lesz a két csapat között. Én Balmazújvárosi botlást nagyon könnyen el tudok képzelni, bár ez én az az igazság, Zoli, hogy nézem az eredményeket, de nem játszanak, Zoli, nem játszanak szoros eredményeket. Tehát nem játszanak szoros meccseket. És azért ez... Nyilván még én nem láttam idén a Balmazújvárost, ahogy szerintem egyikünk sem még ebben a szezonban. Viszont ahogy tavaly tudtak botlani mondjuk Ózdon, illetve tavasszal, ahogy otthon kikaptak a Mezőkövestől, ott voltam azon a mérkőzésen, egészen hihetetlen volt az a találkozó. Szerintem náluk könnyebben benne lehet egy-egy botlás reményeim szerint, mint az Egernél. És úgy lenne a legjobb igazából nyilván rámenni mondjuk a tavaszi Balmazegerre, hogy akár ott ki is kaphatnánk. Éppen ezért lenne szükséges, hogy veszítsenek pontokat, mi meg ne. Bár most ezzel nagy okosságot nem mondtam. Az őszi Balmazeger mikor lesz? Vagy Eger Balmaz? Van arról tudomásunk esetleg? Utolsó előtti forduló talán. Nem addigra még jobban összefogja. Szerintem novemberben lesz valamikor, azt hiszem. Ahhoz mit szóltak itt az esélyeket illetve, hogy azért több forrásból is lehet hallani, hogy hát a szövetség, mintha inkább a Balmaz favorizálna, már mennyire ugye ezt lehet hivatalosnak venni, vagy egyáltalán kézenfekvő dolognak, kézenfogható dolognak. Lehet, hogy a két hölgyet elküldik ide mérkőzést vezetni, nem tudjuk. Hát igen. Szerencsére nem fogják, de valóban tehát van olyan ember a Balmazújváros élén, aki nem teljesen közömbös a szövetség számára, de hát bízunk benne, hogy ez a pályán nem tud megmutatkozni. És ugye a Balmaz Debrecenben játsz a meccsét, ugye? Nem tudom, hogy elkészült. Megmondom őszintén, nem tudom, hogy elkészült-e a Balmaz csarnoka. Tavaly a Hódosban játszottak, igen, de nem tudom, hogy elkészült-e a... Bocsánat, Eger is játszott NBA-ben meccsét Debrecenben, most hiába nevetünk, tragikomikus a sztori, majd lehet, hogy erről is beszélünk kicsit később, de bocsánat, folytasd. Hol is tartottam? Tehát nem tudom, hogy elkészült-e a Balmaz csarnok, hiszen még nyáron lehetett olvasni, vagy talán tavasszal, hogy nemzetközi szintű csarnokot építenek, és nem tudom, hogy ez elkészült-e már. Tehát ott nyilván nagyon komoly törekvések vannak ott is, a körcsarnok még nem áll annyira jól, hogy mondjuk... Bár most be volt fűtve a héten. Nem is kicsit. Komment, tehát olyan enyhe idő volt kint, tehát 6-kor volt a meccs, és 5:30 körül érkeztem meg a helyszínre, és bementem, és rendesen megcsapott a meleg. Tehát azért, akik az elmúlt években jártak pláne télen a körcsarnokba, tudták jó, hogy fel kellett öltözni. Erre most úgy be volt fűtve október 19-én, vagy 20-án, hogy na. Mit érezhettek a játékosok? Dübörög a gazdaság, ugye? Na, a kézilabdát is akkor hagyjuk most már a hátunk mögött. Teljesen ellentétes dolgokra tudtunk beszélni a nők és a férfiak kapcsán, de hát jobb folytatást kívánunk a lányoknak is. Beszéljünk a vízilabdáról, hiszen az elmúlt hétvégén dupla meccset rendeztek a férfi és női OB1-es bajnokságban. Azért dupla meccset, mert egymás után volt a Bicskei Uszodában két első osztályú meccs. Az első találkozón a Cetefeger bajnoki címvédő női együttese a Szegedet látta vendégül, és hát nagyon simán verte meg a tiszaparti alakulatot. A második meccsen a Pécs volt a fiúk ellenfele, a szintén bajnokegriek ellenfele. És hát ettől a meccstől, hogyha nem is azt mondom, hogy tartottunk, de azért biztos, hogy nem várhattuk félváról, hiszen... A férfiakról beszélsz? A férfiakról, igen, hiszen tudtuk jó, hogy idén a Pécs rögtön az első fordulóban pontot rabolt a Szegedtől, azután pedig a Komjárdi Uszodában megverte igól a Vasast. Tehát azért ezt a Pécset nem lehetett lekezelni. Viszont az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Pécs nem nyerni jár Egerbe. Sőt, szerintem a riválisok közül, a bajnoki riválisok közül talán a Pécs az, akit mindig a legjobban meg szoktunk szórni.
nekem ilyen emlékeim is vannak. Hát sőt, tavaly még ugye a főiskolás csapat is megszórta őket egy pár szor. Hát ők is felülmúlták, mondjuk ez magától értetődő volt, hiszen a főiskolás csapat is egy nagyon jó csapat volt, talán jobb, mint a Pécs. Na, az igazság az, hogy a Pécs az valóban megerősödött. Azért láthatok itt, hogy a Cigány Károlynak azért nagy szerepe van még egy ilyen szinten is, úgymond. Egyébként ő a korábbi egri játékosról van szó. Illetve a női csapatban szereplő Cigány Dórának a testvére, a bátyja. Természetesen erről is. És hát láttunk rendesen cigány gólokat ezen a meccsen, mert a Cigány Dóri is... Mind a kettőn. Nem tudom, hány gólt lőtt a Cigány Dóri? Hatot? Ötöt. Ötöt? A Cigány Károly pedig négyet. Önéget. Szóval igen. Kilőtték magukat. Igen, tehát nagyon meggyőző volt itt is az Egernek a teljesítménye, véleményem szerint, meg szerintem aki a helyszínen volt azok szerint is. Lehetséges az, hogy tényleg ennyi különbség van az Eger és a Pécs között, minimálisan én úgy gondolom. Az, hogy a Pécs az első körben ugye otthon játszottak döntetlent a Szegeddel, ez még felfogható volt ennek az új szabályok körüli fantasztikus nagy felfordulásnak, ami tapasztalható volt. Az első forduló kaotikus volt. Ott volt a Fradi Eger 10-13-44 kiáltással és 9 kipontozódással. Hát, azért voltak ott olyan eredmények, például a Debrecen is leigszelt Szentesen, tehát ott azért voltak azért érdekes eredmények, szerintem a Szeged is ennek az áldozata lett. Az, hogy a Vasas most legyőzték, sikerült most a Kaposvárnak is, majdnem sikerült ennek is, majdnem sikerült annak is, tehát a Vasas most azért igen sebezhető korán sem idézi régi önmagát, tehát hogy azokat tudjuk, hogy miért nem. Hát most egyeztettem volna pedig hétvégén, mert Szolnok Vasas úgymond névlegesen rangadót rendeztek, és bizony mi most örültünk volna annak, hogyha a Vasas pontot rabol a Szolnokon. 9-8-on nyertek az igazdák. Így igaz. Tehát igazából jó, nem írhattuk le azt, hogy újabb fantasztikus nagy arányú győzelmet fog aratni az Eger, tehát valamilyen szinten így kicsit pesszimistának is kell lenni az újságírónak szerintem egy cikkbe harangozásakor, és azért ez egy ilyen kis ferdítés volt a részünkről, hogy meglepetés csapat, stb. Tehát most igazából a terveink szerint alakult ez a találkozó. Viszont a harmadik negyed az elég érdekesen alakult, ezt a mérkőzés után Gerendás Györggyel beszélgetve. Ugye az első negyedet 7-1-re nyertük, utána volt egy 4-2-es második negyed, és utána jött egy 0-0, ami utána azt hiszem 5-1 lett az áró etap. Tehát jól megszóltuk a Pécset, ugye 16-6 lett a vége, viszont ez a harmadik negyed, hát igen, pihentek, vagy nem tudom mit csináltak. Tény, hogy igazából nem volt gól. Fel se tűnt ott a helyszínen, hogy most rosszul játszanánk. Én nem hiszem, hogy felálltam egy kicsit nyújtózkodni, mert ugye már második meccse volt, ültem ott a női meg a férfi meccset is ide számítva, és egy kicsit oda a korláthoz támaszkodtam, hogy kicsit úgy nézem a meccs, oda vittem a papíromat, ha kell valamit jegyzetelni. Nem is kellett szinte könyvelni, mert se kiállítás, se gól. Mondom, jó, akkor kaptam egy negyed pihenőt én is. Igen, de viszont emlékezzél vissza arra, hogy mit mondtál az első negyed után, amikor 7-3 volt az első negyednek az állás. 7-3 volt szerintem. Így van, igazad. Igen, mert igazából a Pécs a második félidőben egy és utána lőttünk. Igen. Tehát a negyedik negyednek a vége felé. Tehát emlékezzél vissza, hogy te is mondtad azt, hogy Pécs ide, Pécs nem ide, azért jó játszunk, gólokat dobunk, és egy negyed után már 7 gólt lőttünk. Még egy ilyen ellenfélnek, és ami igazán dicséretes. Hogyha most a 7-et megszorozzuk 4-re, akkor majdnem egy 30-as gólátlag lenne egy mérkőzésen. Tudjátok, mi a szembetűnő nekem? Amikor tényleg pihenni kell, és akkor ez volt a harmadik negyed szerintem. Most már elmondom, mi a szembetűnő nekem. Az, hogy a nyáron volt ez a máltai vízilabda bajnokság, ahol Biros Péter 3 hónapig tartózkodott, és a felkészülés végére érkezett Egerbe, tehát ő folyamatosan játékban volt, nyilván nem egy fiatal játékosról van szó, de ahogy hazaérkezett, tök jó szinten kezdett el játszani, tehát olyan jó formában játszott, és például most múlt héten nem játszott a fővárosban az OSC vendégeként, Gerendás György pedig a héten beszéltem vele a mérkőzés megelőző napokban, és azt mondta, hogy úgy volt, hogy még most is pihentetik a Biros Petit pont a máltai nyári bajnokság miatt, de ő azt mondta, hogy ő játszani akar. És játszott, és hogy játszott? Megint lőtt 4 gólt. Különösen az utolsó volt fantasztikus, nem tudom, emlékszel el, Gabi, hogy ez a csavartejtés, de annyira precíz, annyira pontos, hogy olyan ováció volt, annak ellenére nem voltak sokan az uszodában, de a Biros Peti most már tényleg meccsről meccsre az egyik legjobb a csapatban, szenzációsan játszik. Hát, hogyha Hárai nem lenne a csapatban, akkor azt mondanám, hogy igen. Tehát igen. Valamilyen szinten versenyt fut most a két játékos egymással. Mert Hárai Hárai labdát kap is, vagy kiáltás, vagy gól. Egyszerűen nem tudnak vele mit csinálni. Fantasztikus formában van. Ajánlom neked is, Zoli, hogy gyere, látogass ki te is most már. Van, aki vizet a mérkőzésről? Igen, mert nagyon csöndből itt az Zoli. Igazából figyelemmel hallgattam most a két mérkőzésről konkrét vélemény nyilván. Itt sem száraz a játékosok szeme. Kedves tőled. Viszont én annyit mondanék a bajnokságról, ami nekem szembetűnő, hogy gyakorlatilag nem
nem születnek olyan eredmények, amik mondjuk a tavalyi bajnokságban, hogy tudjuk, hogy melyik meccsen nagyjából kinyer esetleg egy-két meglepetést. Tehát tényleg olyan eredmények születnek, akár a végkimenetelt, akár a szám szerinti végeredményt tekintve, hogy csak pislogok, hogy most akkor ez hogy is volt. Tehát nyilván mondjuk a Kaposvár Vasas elleni győzelme, most ugyanez a Kaposvár simán kikapott Debrecenben. Tehát vannak olyan furcsa dolgok, hogy csak pislogok egyelőre. És nem tudom, hogy ez mennyire köszönhető az új szabályoknak, vagy hogy mi történik most éppen a magyar vízilabda bajnokságban. Épp ezt akartam, lehet, hogy tehát ezt nem gondoltuk volna a bajnokság elején, azt hiszem, amikor elkezdődött a pontvadászat, akkor is itt ültünk, és éppen az új szabályokról majdnem egy műsornyi időt elbeszélgettünk. Tehát igazad van. Lehetséges tényleg az új szabályoknak köszönhető ez. Lehet, hogy most tapsikolnak azok, akik ezeket kitalálták, ezeket az új formációkat, de igaz, valóban kiszámíthatatlanabb lett a vízilabda, és ami a legjobb az egészben az, hogy Eger azért szerintem az egyik, hanem a legjobb csapat most még ebben a bajnokságban. Itt ugye nyílt titok, vagy tény, vagy nem tudom micsoda, az, hogy itt az Eger meg a Szolnok fogja valószínűleg döntőt játszani. Tehát ez a két csapat, akik toronymagasan legjobbak, igazából nem hozzák ezeket a kiszámíthatatlan eredményeket. Tehát az Eger gyakorlatilag most az, hogy 4 góllal tudtunk csak idézőjelesen, mert mindenki csak ott mondott az OSC elleni találkozó után írni. Máskor is játszottunk már, máskor is nyertünk csak 4 góllal az OSC ellen. Viszont tényleg simán verjük ezeket, simán verjük azokat. Tehát bennünket úgymond igazából nem nagyon zavarnak meg az új szabályok. Azért a BL az biztos kutyakemény lesz, hát hiszen az olyan csoportunk van, hogy is nézünk így itt az Eger, a Dubrovnik, az Olimpiakos, a Barcelonetta, és akkor megkapjuk a Rijeka Szolnok győztesét. Meg a rekord szoron az lesz a győztesét. Igen. És ebből ugye az a baj, hogy csak 2 megy tovább, hiszen a Barcelonetta, ugye Final Six lesz, tehát 6-os döntő lesz, újított a szövetség, a vízilabda nemzetközi szövetség, és Barcelonában lesz majd a Final Four. 6 csapat részvételével, a 2 6-os csoport, tehát ez most az idei főtábla, 3-3 csapat jutna be, de mivel a mi csoportunkban van a rendező Barcelonetta, ők már biztos résztvevők, kvázi nekik van 10 tök fölösleges meccsük, tök tét nélküli meccsük, felhozzák magukat a Final Four-ra, viszont a Final Six-re, viszont hát a mi szempontunkban a sorsolás azért rossz, mert ugye ebből a 6-osból egy már ott van, és az 5 maradó helyből csak 2 fog tovább jutni. Ilyen ellenfelek. A másik csoportban pedig ott van azért egy Galatasaray, ott van egy Spandau, tehát egy jó vagy engem. Egy nagyvárad győztese fog majd csatlakozni. Én úgy fogom fel ezt a kérdést, tényleg, hogyha már lehet ennyire így novemberre előre beszélni, vagy előre gondolkodni, hogy 5 kifejezetten jó csapattal fogunk itthon mérkőzést játszani. Hogyha megnéztük az eddigi Bajnokok Ligája mérkőzéseket, ugye mindig volt a csoportunkban egy nagyon jó csapat, elvileg utána mi következtünk volna, de sosem sikerült tovább jutni, illetve egy alkalommal sikerült tovább jutni a csoportküzdelmekből. És gyakorlatilag hiába volt ez a legrangosabb európai kupasorozat, az egri közönség kapott 1 vagy 2 nagyon nívós mérkőzést itthon a Bicskei Uszodában. Ezzel szemben most lesz 5. És tényleg ezek olyan csapatok lesznek, amit az előbb is soroltál, hogy előre le a kalappal. És nyilván még nem akarok én folyton a szabályokon lovagolni, de hogyha már a BL-nél járunk, akkor egyrészt tudni kell, vagy ki fog derülni, hogy a külföldi játékvezetők hogyan értelmezik az új szabályokat, illetve a külföldi csapatok hogyan állnak hozzá az új szabályokhoz, és itt már szerintem sokkal fontosabb lesz a szabályváltozásnak a szerepe, mint hogy a magyar bajnokságban nagyjából próbálják közös nevezőre hozni, ez nemzetközi szinten nyilván nehezebb, és ezen is múlhat egy-egy találkozó, akár főleg ilyen szoros mérkőzéseken, még ilyen kiegyenlített játékerőt képviselő csapatok között. Vannak ilyen megnyilvánulások, igazából sok, illetve nem sok, mert olyan sok helyen nem játsszák nívósan a vízilabdát, tehát több országban igazából észre sem veszik azt, hogy valami történt. Talán ez jelenti majd a nehézséget, mondjuk, mint a mellékelt ábra mutatja, az Egernek nem jelent nehézséget, mert mi az új szabályok szellemében is nagyon jók vagyunk. Na hát akkor ennyit a vízilabdáról, és mivel már csak 2 percünk maradt az adásból, egy rövid témát szeretnék felhozni. Egri focit most akkor megint hagyjuk, megint nem jut rá időnk, hiszen azért ez 2 percben úgy gondolom nem lehetne belesűríteni. Viszont válogatott futball. A görögöket kaptuk volna a világbajnokságra jutásért, hogyha mondjuk itthon az utolsó percben nem kapunk ott a románoktól, hiszen akkor a második helyen végzünk. Nézzetek a pólcselejtező sorsolását, hogy kikivel játszik? Az érdekes, lesz egy svéd-portugál, akkor lesz egy ukrán-francia, van ez a román-görög, illetve ami a legnagyobb zsákutca nekem, ez az izland-horvát meccs. Tehát gondolod, az horvátok kint szoktak lenni, de az, hogy egy horvát-izland közül biztos, hogy valamelyik kint lesz a világbajnokságon. Szerintem egyértelműen a horvátok lesznek ott, de és nem is hiszem, hogy ez bármiféle probléma lenne ezzel. Hát várjátok még azzal.
Szerintem nem biztos. Hát valamiért ott van az izlandi válogatott. Viszont az biztos, hogy az izland kijut, akkor bálnákon mennek azt, át majd be. Igen, viszont azt ne felejtsük el, hogy Izland nem volt annyira nehéz csoportban. Tehát volt velük egy Svájc, Albánia, Szlovénia, Norvégia, Ciprus. Tehát innen azért nagyon nehezen oda lehet kavircolni a második helyre. A horvátoknál meg volt egy bivajerős Belgium, aki azt hiszem 2 pontot vesztett összesen a 10 mérkőzésen. Tehát nem gondolnám, hogy a horvátok érdemtelenül fognak kijutni a VB-re, már pedig ki fognak jutni a VB-re, ebben egészen biztos vagyok. Számomra, ami hozzáteszem, a portugál svéd sem lesz szerintem annyira nagy kérdés, ami számomra a legszorosabb lesz, ebben sem, nem, én inkább a portugálokra gondoltam, bármennyire is most ez nem az a portugália, amit az elmúlt 10 évben megszokottam. Az lenne egy izland román. Az mindjárt más lenne. Tehát mondjuk egy izland román ukrán svéd VB-részvevő, akkor azért nagyot néznétek, nem? Igen, de... Gyerekek, miről beszélünk? Ezek a második helyezettek voltak a csoportban, tehát pont valamiért csak ott vannak. Igen, pont ezt akartam mondani egyébként, hogy az ukrán-franciát érzem a legkevésbé lefutottnak, mert a franciák sem azok a franciák, akik mondjuk voltak a 2000-es évek elején, az ukránok viszont pedig egészen kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. Görögök meg szerintem simán kiütik a románokat. No hát akkor ennyit mára, hiszen lejárt a műsoridőnk. Apropó, ha már válogatott, akkor köszönjünk frappánsan jó ét, mondaná Gervári Sándor. Tehát ne forgassuk a kést a halodban, hát elköszönünk inkább. Mai napon köszönöm Barta Zoltánnak és Rozsanyi Gábornak, hogy itt voltak, aztán folytatjuk majd egy hét múlva. Addig is tartsanak velünk, minden jót, viszontlátásra. Viszontlátásra. Hát Péter lépést reklamált. Padla, lőni kell, padla, gól! Van stuszpoén. Belül az utolsó fél perccel Kovács megilleve, oh, Jean-Pierre! Hoppá! Alacsony ez a kis rác 11-esben, akkor a gólt lőtt, kicsit szusszanunk, aztán folytatjuk a második fél időben.